választó, köszönte csatornán, mai videóban ki fogunk bontani 5 darab Panini FIFA 365 25-ös csomagot az új szériából. Ugye a jubileumi 10 éves széria, ugye kettőféle csomagolás létezik, a halálos, illetve a szobosztla is, ugye promózák szobosztait is ezzel, nekünk az ugye tökéletes, illetve ugye egy csomag 600 font, ugye 6 kártya van benne, és lehet benyitni ugye Momentumot, ami 200 csomagonként van elvileg, 20 csomagonként Golden Ballert, illetve 50 csomagonként Golden Invincible-t, illetve még több más jó lapot is lehet hitni. Úgyhogy szerintem kezdjük is az első csomagból, ami legyen egy halándos. Nézzük is, mit tudunk bontani ebből az 5 csomagból. Na nézzük, srácok. Alejandro Baldi. Ó, Arda Güller. Aztán nem volt meg, ha jól tudom. Egy Borja. Kamavinga. Tomori. És Harry Kane. Arda Güller eddig a legértékesebb ebből a csomagból. Jó, de következő szoboszva is csomag. Nézzük. Boscalgi. Hoppáré! Marquinhos kapott egy fel is flót, nem is tudtam. De ezt nem is tudtam, srác, hogy kapott egy fel is flót. De meg adok is egy standet. De most meglepett egy kicsit, nem is tudtam, hogy van fel is fló. Utána egy Kim, Koné, Schlöften és Esakka. Ez most jó csomag volt szerintem. Következő egy halándos. Nézzük a halándos csomagot. Ter Stegen, Iniesta. Ez elég jó barszás csomag. Egy Oblak, Cambiasso, Patrick Schick, illetve Arnautovic. Ebben viszont három csillogós volt. Iniesta volt eddig a legjobb ebben a csomagban. Következő utolsó csomag, ismét egy szoboszla is. Nézzük. Real Madrid logó, El Diaz, Noah Lang, ugye csak a 10-es játékosok kaptak ilyen El Diaz kártyát, amiből csak egy 90, ebből a flóban viszont 18, Pires, Antonio Silva, Frankie de Jong, illetve Bernardo Silva. Erről most csak 2 csillogós volt. Lesiban az utolsó csomagot, mi lesz benne? Az illetve egy Golden Madrid Momentum esetleg, Barca logó, egy Mayol, ebből is 3 csillogós lesz, Szár, Barrios, Lenormand, illetve Benitez. Nem volt a legerősebb 5 csomag, de azért jött egy Fradis Flow, ami meglepett, nem is tudtam, hogy van Fradis Flow. Illetve jött Arda Güller, Iniesta, Nolan, illetve Malumul, ezek voltak a legértékesebbek ezekből a csomagokból. Köszönöm szépen, srácok, a figyelmet, következő videón találkozunk, sziasztok!